Benares vénebb a történelemnél, vénebb a hagyományoknál, és még vénebb a legendánál, és még vénebb, kétszer olyan vénnek látszik, mint ez a három együtt. Mark Twaintől idéztem, aki Benaresről, tehát Varanasiról, ahol most vagyunk, arról a hát városról írta ezt. Benares, Varanasi, a hinduk egyik legszentebb helye a hét szent hely közül. Időszámításunk előtt 2000 óta már vannak róla írásos nyomok. Hát ez az idézet is arra utalt, hogy ennyire rég ez egy világ egyik legrégebbi város. És nekünk talán a legfurcsább is az a kaland, amiben belevágunk, ugyanis ez a holtak városa. Igen, hát sokan úgy vélik a hindu valláson belül élők, hogy ide, ha ide jönnek meghalni, ezt nem tudom, hogy jól mondom, mert olyan furcsán hangzik az embernek, nekünk valahogy nehéz kimondani, de azt vettem észre, a hinduknak ez egy olyan természetes dolog, hogy hozzátartozik az élethez. Tehát ha folytassam az előbb azt, hogy bocsánat, befejezem, hogyha ide jönnek meghalni, akkor megtisztulnak. És ezért... Nem is az csak, hogy megtisztulnak, nekem azt magyarázta el az ember, hogy ugye a legegyszerűbb megérteni, hogy amikor mi este lefekszünk aludni és reggel felébredünk, az természetes. Nekik ugyanilyen természetes a halál, mert hogy újra születnek. Ez egy folyamat, viszont igen. Ha ide jön akkor meghalni, akkor eljut a moksába, az ő mennyükbe. És nem kell többet szívnia azzal, hogy újjá születik, hogy bizonyítsa, hogy elég jó ahhoz, hogy felkerüljön. Valahogy így lehet összefoglalni. És hogy valahogy egy kicsit jobban megértsétek, ugye a hindu vallásban ez az egyik életből a másikba átmenés, és úgy veszik, vagy úgy gondolják ezek az emberek, hogy szenvednek az életbe. Tehát mindig csak a nyomor és a szenvedés jutott nekik. Ezért, hogyha ezt választják, hogy ide jönnek a Varanasiba, és itt halnak meg, akkor nem kell tovább. Nem kell majd egy további életbe, hanem egyből a mennybe jutnak. Tehát ezt próbáltuk megérteni mi is. Nagyon nehéz nekünk európai gondolattal és szemlélettel megérteni ezt, hogy a halált ők ilyen természetesnek veszik. Tudom, hogy ez így igaz, mert nekünk is természetesnek kell menni, de én még mindig nem tudom természetesen ezt felfogni. Nem is csak ez a része a természetességnek, hogy nekik természetes a halál, hanem hogy ez egy ünnep, egy látványosság. Igen. Ez az, amit nem tudom, hogy felkészültem rá, hogy befogadjam itt Varanasiba, mert hát ez a város tényleg erről szól. Erről szól a város, igen. A fényvárosa Varanasi a hinduizmus egyik legszentebb városa a híd élet és halál között. A legenda szerint a várost maga Shiva, Isten alapította. Régészeti leletek bizonyítják, hogy már a Krisztus előtti 12. században is éltek itt. A kezdetektől fogva vallási és filozófiai központ. Gyakorlatilag azt képzeljétek el, hogy nehéz megérteni, hogy vannak szállodák, akik ezért jöttek létre, 50-es években alakultak ki ezek a szállodák, akik arra hivatottak, hogy azokat, akik ide jönnek meghalni, azokat elszállásolják. $1 kell fizetni egy napra, és összesen csak 2 hétig hajlandók elszállásolni. Ezért a 2 hét alatt halljál meg. Ha nem, akkor kidobnak. Furcsa, nem? Igen, szóval kisarkítva így van. Tehát ezek olyan hospice hotelek, hogy 2 hét a maximális tartózkodás. Amíg tartózkozhatsz. De be vannak rendezkedve arra, hogy szépen... Sejtogváró lista van. Az egyik legismertebb halálszálló a Moksha Bhavan, ami 1958 óta nyújt végső szállást olcsón a legszegényebb halálra váróknak egy jótékonysági szervezet támogatásával. A hotelban minden vallási segítséget megkapnak, és állítólag csak itt 14 000 hunytak el eddig, és kerültek a közeli Manikarnika Ghat mágiáira, és nem ez az egyetlen ilyen hotel a városban. Mert morbid az egész. Egy legenda szerint annak idején összeveszett 2 istenség, és végül is Shiva megpróbált köztük rendet tenni. Az egyikük csalt, ezért levágta Shiva a fejét, beledobta, leesett az övéről, belegurult a Gangesbe, és pont itt Varanasinál, és azonnal eltűnt, tehát úgy gondolják, hogy egyből a mennybe jutott. Igen. És ezért, tehát ez a legenda, ami miatt, ez a vallásuk része, ami miatt ide jönnek.
Próbálunk mi nagyon nyitottan hozzáállni ehhez a történethez. Én megnéztem egy csomó mindent az interneten előtte, hogy felkészült legyek. A gyomrom azért ilyen, mert más képernyőn keresztül látni, és más közel lenni. Hát életben az ember érez szagokat, meg hát annyira közel van hozzá ez a látvány, azt gondolom, hogy most csak feltételezem, még előtte vagyunk, hogy sokkal jobban meghatja, mint mondjuk azt esetleg, ha láttatok egy filmet, és erről akkor ez egy, legalábbis erre számítunk, hogy túl közel kerülünk a halálhoz, illetve túl közel kerülünk ehhez a szertartáshoz. De hát állunk elébe, nézzük. Igen, a vezetőnk azt mondta, azért hogy nagyon ide. Nyitott szemmel, nyitott aggyal, nyitott szívvel álljunk ehhez az egészhez, és nem kell elfogadnunk, de próbáljuk megérteni, hogy számukra ez egy ünnep. Ugyanúgy ünnep, mint mögöttünk az esküvő, ami készülődik, és esküvő, nekünk ez kicsit furcsa. Egy ilyen 640 fős indiai esküvő, három napig tart ebbe a szállodába lesz, és hát ezt készülnek éppen. De hát ők ünneplik ezt is, a születést is, az esküvőt is, és a halált is ugyanígy ünneplik. De aki úgy gondolja, akkor inkább ne nézze meg a videó végét, de ezt úgyis el fogjuk mondani, hogyha mutatunk valamit, mert mi sem vagyunk benne biztosak. Tudjuk, hogy nekik ez egy nyilvános látványosság. És egy természetes, és egy az természetes dolog. De azért, igen. De mi nem, hát mi másképp vagyunk nevelve, másképp neveltek bennünket. Mi egy kicsit nehezebben fogadjuk be a születést, könnyebben. Ja. Hát, a halál is tabu téma számunkra. Pedig valójában számunkra nem. Hát egy dolog biztos, amikor megszületünk. Igen, hát a meghalunk. Másik is. Így van. Na hát, szóval irány, bele. Próbáljunk meg bejutni Varanasi szívébe. Esteledvén az arti ceremóniára tartunk a hajónkkal, ami egy látványos vallási rituálé minden nap alkonyatkor. Azt mondják, hogy a folyóról a legszebb, hiszen a szerzetesek a folyónak, a fenséges Ganga istenségnek áldoznak és tisztelegnek arccal a víz felé. Rengeteg ember, rengeteg ajó állik. A bráminok a hindu szerzetesek rituálja a mantrákkal, az imákkal, rézlámpásokkal és sok tűzzel. Az életet ünneplik a halálvárosában. Különleges és rituális élmény, ahogy rizst, virágokat és tüzet áldoznak ajándékként az isteneknek. Sok ember van, és olyan sok színpad, bábeli zűrzavar, valószínűleg a bábeli zűrzavar valami hasonló, nem tudom, hogy látjátok-e, itt is egy másik színpad, itt mögötted egész más énekelnek, egész más dal van. Úgyhogy egyiket sem értem egyébként, de ha érteném, akkor sem érthetném, mert annyira hát, hangzavar van. De mindenki veri a tamtamot, és mindenki veri a csörgőjét is. Egyszerre varázslatos és félelmetes látvány a sötétben a csendesen ringató Gangeszről a város. A hatalmas, az arti ceremóniát néző tömeg lassan eltűnik a folyó felett terjengő füstben. Varanasinak közel 80 gatya, vagyis a vízhez tartozó lépcsősora van. Ezek közül az egyik leghíresebbhez, a füst eredetéhez, a Manikárnika gáthoz tartunk. Ez az a perc, amikor az érzékenyebbek inkább kapcsoljanak el, bár igyekszünk mindent tisztelettel megmutatni. Tehát itt most egyszerre több embert is égetnek. 1, 2, 3, 4, 5 helyen is ég. Én sajnos, ugye én nem érzem az illatokat, tehát nem tudom ezt átadni nektek. Tünde érzi az illatokat állítólag, hát tehet ért éget hús, meg hát nem ilyesmi szagot is érezni. Érzel valamit? Azt, hogy én ezt nem biztos, hogy akartam látni, nem biztos, hogy erre fel voltam készülni. Nem tudom, hogy érzek-e valamit, nem akarom tudni, de ez nagyon rossz érzés. Kicsit petoltam. Biztosan bennem van a hiba. Ez... kemény. Megdöbbentő? Igen. Sokkoló? Az. De meg kell próbálnunk elfogadni, hogy számukra ezen a gatton a hamvasztás egy ünnep. Egy spirituális, isteni kapu. Ez a megváltásba. A hamvasztás ceremóniája akár 2 órán át is tarthat. Függően például a felhasznált fa minőségétől.
ami persze árkérdése. A családtagok fontos közreműködői a szertartásnak. Ők gyújtják meg a tüzet, a hamvasztás végén a legidősebb férfi rokon feladata az el nem égett csontok, főként a koponya porrázúzása. Láttunk ilyet? Igen. Majd a hamvakat a Gangesbe szórják, amiben meg is fürdenek. Számukra ez a nekünk barna koszos víz minden cseppje megtisztít a bűnöktől. Ott éppen azt látjátok, hogy valakit ott éppen visznek bekészítve, tehát valakit visznek, ott, csak majd pont elmegyünk, de valakit visznek ott, és itt egy új helyre hozzák, oda ott vannak a család, és ott fogják meggyújtani. Tehát mindjárt lesz egy újabb láng, ahova hozták oda legelejére hozták az új holttestet, azt fogják begyújtani. Tudtam, hogy nehéz lesz, de valami felemelően félelmetes élményben reménykedtem. Sokkol a realitás. A vállukon a halottukkal tülekedő, korábbi tüzeken taposó emberek látványa számomra legkevésbé a szép és szent véget jelenti. Az isteni megváltás helyett én egy 24 órában működő, végsőkig csúcsra járatott vállalkozást látok. Ehhez biztosan hozzájárul az is, hogy idefelé a csónakosunk megmutatta, hogy az egyik legnagyobb ház a parton a krematórium tulajdonosáé. A semmivel össze nem keverhető szagok, a látvány, a halál üzlete láttán egyszerűen csak szabadulni szeretnék innen. Menni minél messzebbre. Túl vagyunk a mai estén, és egyébként túl vagyunk mindkét nagyvároson, tehát Kalkuttán is, és Varanaszin is. Mind a kettőben nagyon sok érdekességet láttunk, és nagyon sok olyat, ami szinte földolgozhatatlan az embernek, vagy nehezen földolgozható. Igen, én tényleg azt hittem, hogy felkészültem, de azért sokkot kaptam. Próbáltam a szépségét látni a dolognak, ahogy kérték, megnyitottnak lenni. Hát nem tudom, mennyire sikerült. Tényleg sokban vagyok. Olyan furcsa, hogy tényleg két napja még Kalkuttában Teréz anyánál voltunk, és egy más benyomást kaptam, mint most itt. Nehezen tudok beszélni, azt gondolom, erről az egészről egy picit megérintett. Én azt gondolom, hogy ez az élet, az élethez mind a kettő hozzátartozik, és hát én azt gondolom, hogy ezt föl kell tudni dolgozni az embernek. Ilyen élmények csak hozzásegítik ahhoz az embert, hogy a saját életét, a saját életének ezt a várható, hát végét is könnyebben föl tudja előre dolgozni, amiben én azt gondolom, hogy a hindu vallásnak ez a felfogása, hogy ez az élet természetes része, igaz, hogy ők azt mondják fel, hogy megyünk a következő életbe, és azért jönnek ide, hogy ne menjenek, akkor is valahogy ez egy olyan érthető és emberi dolog. Tehát mindenki bizonyára, ti is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy titeket hogy érintett ez a két város, különösen itt a végén, a Varanaszi, ugye nagyon-nagyon kemény, hát az élet egy nagyon fontos részét, a végéthez kerültünk test közelbe, és hát a tünde még szak közelbe is, mert azért ott lehetett érezni, én azért hál' Isten nem éreztem, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy lelkileg is olyan közel kerültünk hozzá, ami azért valószínűleg nektek is segít ennek a feldolgozásában. Írjátok meg, hogy te mit gondoltok erről, titeket hogy érintett ez a film, hogy érintettek ezek a dolgok, amiket most láttunk ebbe a két nagyvárosba, és egyáltalán mi a véleményetek erről az életről. Mennyi időt el hozzátok a mi közvetítésünkkel, arra is kíváncsi vagyok. Igyekeztünk tisztelettel kezelni, és úgy mutatni inkább tényleg csak távolról dolgokat, hogy senkinek ne okozzon ez problémát, de tényleg remélem, aki úgy volt vele, hogy nem fogja bírni, az nem nézte ezt a részét a videónknak, mert tényleg megérinti az embert. Képernyőn keresztül, higgyétek el, teljesen más. Én is megnéztem jó néhány videót erről az egészről, hogy felkészüljek, de ott lenni, megélni, átélni, látni, jó, igen, szóval látni, hogy ez tényleg nagyüzemi módon megy, az egy kicsit mellbevágó volt. Teljesen megértem őket, ugye azt hiszem 84 000 különböző élőlény
formájában lehet újjászületni, és hát valószínűleg sokan nem akarnak kockáztatni bizonyos rossz életformákat, ezt is megértem, tiszteletben tartom az ő dolgaikat, nehezen tudom befogadni. Mert a születés és az újjászületés pillanata 3000 év óta meghatározza egy indiai sorsát. Dalitnak születni férfiként és nőként is borzalmas sorsot vedít előre. Sokszor rosszabbat, mint bármely állaté. Mindez a kasztrendszer miatt van így. Ami nagyon bonyolult, de talán annyi az alapja, hogy 4 nagy kaszt van. Igen. És vannak, akik nem férnek ebbe bele. Hát azok a kaszton kívüliek, és azok vannak a legtöbben. Ők az érinthetetlenek, ami azt halljuk, hogy érinthetetlen valaki, azt gondoljuk, hogy ez valami nagyon-nagyon jó dolog. Nagy dolog, igen. Itt pont fordítva van. Hát itt úgy értik az érinthetetleneket, hogy még hozzá is se szabad érni. Ezek a kaszton kívüliek, tudjuk, az érinthetetlenek, ezek például, hogyha vásárolnak valamit egy ilyen boltba, akkor nem odaadják nekik, hanem hozzájuk dobják, hogy nehogy érintkezzenek velük az eladók is. Hát ez milyen megalázó lehet, nem? Hivatalosan Indiában a kasztrendszert az 50-es években megszüntették, eltörölték, de hát ugye ismerjük, hogy mennyivel erősebb tud lenni a vallás, a hit, az egyház, hát mint bármi más. Gondoljunk bele abba, ami több ezer éven keresztül volt a hinduizmusban, az országban. Azt egy ilyen törvény nem tudja felülírni. Szóval hivatalosan nincs, de van. És ezek az érinthetetlenek, akiket páriáknak hívtak régen, ők magukat dalitoknak hívják, vagyis elnyomottaknak, ők szívnak folyamatosan. Mert egész egyszerűen arról van szó, hogy itt a születésed pillanatában eldőlt az, hogy ki vagy, mi vagy. Ha mondjuk az érintetlenek kasztjába születtél, akkor nincs lehetőséged arra, hogy bármilyen más életet válaszolj magadnak, akár tanulsz, vagy akár kitörsz, vagy akár szerelmed lenne egy másik kasztból, az nem lehetséges. Ezt a vallás nem engedi meg, és ezeket általában a különböző kasztból levő tagok ezt nem engedik meg, tehát nem teszik lehetővé, hogy te mondjuk kitörjél ebbe és átmenj egy másik kasztba. Elméletileg azért van jó néhány állami program már, viszont a legnagyobb baj, hogy milyen az emberekben gyökerezik, ugyanis aki egy bizonyos magasabb kasztban született, annak teljesen természetes, hogy belerúg, hogy elnyomja, hogy lenézi, hogy üvölt vele, hogy nem veszi ember számba. Az a szerencsétlen, aki pedig dalitnak született, az úgy nő föl, hogy már az iskolában is külön sorba áll, leköphetik, megverhetik, szóval nem csak a külön sorban, legtöbbször már külön iskolába kellett menni, de nem is abban az iskolában, de például többek között például nem vehetnek cipőt, ezeknek mezitláb. A vidéken sok helyen, igen. Mezitláb kell járni, tehát képtel, vagy pedig olyan munkákat kell végezni, WC-tisztítás, meg szemét összeszedés, kézzel. Tehát még arra sincs lehetőség, hogy eszközöket használjanak. Hát a Covidnál is mindegy, azt mondták, hogy ők mocskosak, és ők terjesztik a betegséget, úgyhogy őket nem is látták el sok helyen. Szóval túl bonyolult ez ahhoz, hogy mi ezt megértsük és felfogjuk, de számomra a legmegdöbbentőbb része a házasság. Itt most, hogy mindenütt, amerre jöttünk, mentünk, járunk, esküvői szezon van, és esküvőket látunk, hát ez a legszigorúbb része a kasztrendszernek. Kicsit elvonnak, kicsit hangosak voltak. Igen, mert például volt egy olyan eset, amikor két különböző kaszból, a fiú egy, ebből a legalsó mezőgazdasági munkások voltak. Tehát ő ebből tartozott, ebbe az érinthetetlen kaszból, és egy fölötte levő kaszból levő lányba lett szerelmes, és hát természetesen nem engedték őket, tiltották, a lánynak a szülei nem járultak hozzá, és ezért elköltöztek. Egyetemen találkoztak, tehát nem arról van szó, hogy valahol világvége falun, egyetemre jártak, és ott találkoztak, de ott sem érintkezhettek, még a buszon is egymásra sem nézhettek, mert felnyomta őket a buszsofőr. Igen. Ez 2016, tehát nem a 100 évvel ezelőtt. Nem annyira régen, és aztán mégis elköltöztek Delhibe, tehát a fővárosba, gondolták, hogy ott egy kis albérletbe mennek, és akkor tudják élni a saját életüket. Talán egy évig. Nyolc, nagyon azt mondta a lány, hogy élete legboldogabb 8 hónapja volt, persze kitagadta a családja, mindent megpróbáltak, hogy a lányt és a fiút elnehezítsék, de győzött a szerelem. De nem túl hosszú ideig. Igen, mert aztán végül is a nyílt utcán ezt a párt,
a lány szüleinek a megbízásából, hát kivégezték, tehát csokkintszúrással, hát megölték őket. Egy szép vasárnap reggel 9 órakor elindultak sétálni, mentek át egy úton, 5 ember rájuk rontott késekkel, szabjákkal, és 36 másodperc alatt véresek aszabolták 120 ember előtt őket a nyílt utcán. Hát végül is aztán hatalmas felháborodás keltett ez, de nem csak egy eset, sok ilyen eset van, csak hát természetesen ez nagyobb nyilvánosságot hozott, mint ilyen sok ember volt. De csak azért, mert a lány beleállt, ugyanis azt mondják, beperelte. Hogy rengeteg van vidéken, rengeteg ilyen történik, évente talán 500, ami előkerül, de olyan gyorsan szőnyeg alá seprik, ha még mer is valaki szólni valamit, meg hát olyan gyorsan elhalasztják az áldozatokat. De ugye nem voltunk egészen, nem mondtuk el egészen jó, mert a fiú meghalt, a lány túlélte a kórházhoz állítás után. 36 készszúrást él túl. És akkor ugye ő beperelte a saját szüleit. Hát indult egy hivatalos vizsgálatot, megpróbálták nagyon gyorsan lezárni az ügyet, viszont a lány volt az első, aki India történetében beleállt ebbe, és ment, és verte a balhét, és emberek segítségét kérte, nyilvánossághoz fordult, és ő büntetés. Kérte, hogy nyírják. Hogy hát igenis, büntessék meg a szüleit, mert kiderült, hogy... Ők adták a megbízást. 200 ezer forintot fizettek ilyen... idegeneknek, bérgyilkosoknak kvázi, hogy írják ki a saját lányukat, hogy példát statuáljanak a nyílt utcán. Nekünk ez felfoghatatlan. Igen, hát ez volt az első eset, ahol egyébként aztán végül is a bíróság hát a lány mellett döntött, tehát elítélt a szülőket. Halálbüntetésre. Mert a lány volt az, aki követelte a halálbüntetést a szüleinek. De ez egy olyan eset, amikor végül is győzött az igazság, de az esetek legtöbb részében ez nem így történik, hanem egész egyszerűen elkenik a dolgokat. Egy ilyen kaszból levő lányt, amikor kimegy este 9-kor, vagy 8-kor, vagy 10-kor sétálni, akkor nyugodtan meg lehet erőszakolni. És általában ezt meg is teszik, most ezt nem így értettem, hanem ezt meg is teszik, és akik ezt megteszik, azoknak soha semmilyen büntetése általában. Ez ugye, ezt így mondják, hát nem történt. Azt mondják, hogy Indiában naponta 10 dalit nőt erőszakolnak meg, és legtöbbször következmények nélkül. Volt például egy olyan eset, amikor egy 8 éves kislányt erőszakoltak halálra, eltörték a gerincét, és az egyik erőszaktevő, az egyik egyházi méltóság volt. Szóval azért van egy csúnya arca Indiának. Hát, de ezen azért nagyon, nagyon próbálnak változtatni, vagy mondtuk, az alkotmány is próbál változtatni, de az emberek fejében hosszabb idő rendet tenni, és az emberek fejében hosszabb idő, hát ezt kitörölni, ez a sok ezer éves hát tapasztalás is, sok ezer éves, meg az egyháznak... Ez a vallás erre épül. Az egyháznak nem, ez az érdeke. Az egyháznak az az érdeke, hogy az emberek nyugodjanak meg, hogy amilyen kaszba születtek, abba élik le az életüket, majd talán a következőben. Így van, szépen viselkedjenek, és akkor majd a következő életükben, hát a szerencséjük lesz. Hát ez a hinduizmus egyik alapja, és gyakorlatilag ez a kasztrendszer a hinduizmusból nőtt ki. De aztán az állam, már az állam, korábbi államok is ezt elfogadták. Úgyhogy hát végül is most ma ezen változtatni próbálnak, de nem olyan egyszerű ez. Ez nem megy ilyen gyorsan, különös tekintete nem a fejekbe. Csak kérdés, hogy mi lesz, hiszen ma a világ legnépesebb országában ülünk, ahol naponta egyre többen vannak, és már többen vannak a dalitok, az elnyomottak, az érinthetetlenek, mint a négy kasztba tartozó fontosabbak. Ezek a dalitok sokszor nem jutnak hozzá fogazásgátlókhoz, nem hasonló, tehát ezeknél hát nagyobb a gyerek szaporulata. Is, így van. Szóval egy nagyon érdekes hely India, ami most épp csak megkapargattuk a kasztrendszer tetejét, és hát itt sokan mondják, hogy de nem, ez már nem így van. De amit mi látunk... Nagyon sok eset van. Mi csak azt látjuk, hogy bizonyos emberek hogy bánnak azzal, aki takarít a mosdóban, aki a legalantosabb munkát végzi, és azért látszik, hogy összegörnyed az, aki takarít, és látszik, hogy a másik milyen
módon gesztikulál és beszél vele, tehát ez a vérükben van, így nevelték fel őket mind a két oldal, és nem tudom, hogy vajon hány generáció fog tudni ezen változtatni. Sok generáció. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy kis ízelítő volt ez részünkről, egy kicsit beszéljünk a kasztrendszerről is, talán ennek a filmnek és ennek a hát, művésztőnek a hatására. Amrita. Igen, elindult egy folyamat már a 30-as évek közepén végén, de ennek a folyamatnak közel sem tartunk még a közepénél sem, nemhogy a végénél. És ami vicces egyébként, hogy mi is dalitnak számítunk. Akik külföldiek. Más. Gondoljatok bele, itt voltak a brittek, akik mind a dalitok voltak, és ők voltak, nekik volt a pénzük, ők voltak hatalmon, szóval nagyon fura ez az egész, és itt is hát nekünk az idegen vezetőnk például egy brahman volt, brahman kaszból való, nem sokat kiszolgálni minket. Igen, de hát természetesen ezt nem úgy kell érteni, hogy minket is úgy kezelnek, mert ugye nekünk, mi fizetünk, belőlünk élnek, bizony. De helyileg az agyukba ott vagyunk. Oda sorolnak, igen. De hát azért ez nem történik meg igazán. Nem, persze. Hát nem ugyanabban a sorsban élünk, mint az igazi hát, érintetlenek, akik hát nagyon sokan van. Tehát az indiai lakosságának a több, mint a fele. Százalék ma már több, mint a fele. Hát már ugye nincsenek is mind regisztrálva, tehát lehet, hogy még többen vannak. Igen. Tehát ha már a India ezer arcáról beszéltünk, akkor erről azt is gondoljuk, kell hogy beszélni. Ezt a részét is meg kell mutatnunk nektek. Hát ez a része a legszörnyű, és ebben a részében él a legtöbb ember. Itt a szállodákban, meg itt, hogy látunk, szépen felöltözött, most itt is esküvősök, vannak itt a mögöttetek. Mindenki full kinyalva de, falva. De azért ezek vannak többségben. Ez a 50-55% az a népességnek a jelentős része, és az ő sorsuk az, ami igazából nehéz változtatni. Nagyon sok fajta tüntetés van, nagyon sok fajta akarat van, vagy csoportosulás van erre, de ez nem megy ilyen gyorsan. Jelentkezhetnek az oktatási rendszerbe, de hát mondjuk vidéken, világvégén azért ott még ez erősen működik. Azt mondják, hogy 4 olyan állam van itt még Indiában, ahol a dalitoknak például a 90%-a él, és ott mondjuk a Himalája tövében azért még a régi módi elvek uralkodnak. Általában ez vidékre igaz, hogy sok helyen még a régi módi elvek uralkodnak. Városokban is azért érezhető ez, de talán ott egy picivel jobb a helyzet. Hát nem akartunk benneteket elkeseríteni, és nem akartunk ilyen sok negatívumot mondani, de azért ez valójában ez a kasztrendszer, ami azért azon is áthalad, hogy azért ezen már próbálnak változtatni, de nem lehet ilyen gyorsan. Ez azért érezhető, ezt mi is látjuk, konkrét szemtől és tapasztalásaink vannak ebben kapcsolatosan. Úgyhogy évszázados tradíció. Nem tudom, mit gondoltok erről. Persze kíváncsiak, hogy szerintetek mennyi idő kell vajon, hogy mi nekünk a kommunizmus levetkőzni, ami sokkal rövidebb volt. Tehát, hogy mennyi idő kell, hogy az emberek más mentalitása átálljon. Ez más, mert annak a vallása része, sajnos. Hát, ha egyszer oda születtél, ennyi. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy a vallás az ezt támogatja. Tehát az, hogy a kasztrendszer maradjon. Persze, a vallás része. Vallás része, és a vallás, és az emberek a vallás. Azt tudtuk tenni, hogy mindenit, és úgy örültek a legalsóbb személyzet részével, mindenit nagyon-nagyon kedvesek voltunk, beszélgetünk, mert tényleg olyan tündériek, és úgy örülnek egy mosolynak, három jó szónak, mert nem ehhez vannak sok helyen szokva. Úgyhogy ennyi volt a mai kis filmünk, reméljük, hogy legközelebb is velünk tartatok, addig is tartsátok szárazon a puskaport, találkozunk legközelebb. Sziasztok!